Míg e kakas meg nem szólal, Győr török kézen marad. Így szól Szinán török nagyvezér mondása, e köré fonódik Győr legismertebb vaskakasról szóló legendája. Lévén, hogy Győr a fesztiválok városa, ezért ez a történet is elindította a rendezvényszervezők fantáziáját. Immár évek óta a vaskakas ünnepi játékokon eleveníthetjük fel a török hódoltság korát. Idén július 14-én és 15-én a Széchenyi tére és a Radó szigetre várják az érdeklődőket. Van egy nagyszerű legendánk, a vaskakas legendája, ami köré szerveződik maga ez a fesztivál is, és ezt próbáljuk központi helyé vagy központi kérdésé tenni ebben a fesztiválban, olyannyira, hogy mindkét napon lesz egy színdarab, egy vásári komédia, amely feldolgozza ennek a legendának a történetét. Az Akiért a kakas szól címmel láthatják majd ezt a nézők a Xanthus Múzeum előtti kis színpadon mindkét napon. Ezen túl persze természetesen nagyon sok más a korhoz, tehát a török hódoltság korához kapcsolódó programunk lesz, ami szerintem nagyon látványos és nagyon érdekes lesz mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek. A népszerű programokat is meghagyták a repertoárban, így látogatható lesz a levéltár pincéje, lesz plastikon színpad, ahol egészen más megközelítésben egy kis humorral fűszerezve játsszák majd a színészek a vásári komédiákat, de nem maradhatnak ki a táncos programok sem. Az idei játékok különlegessége, hogy a vár alatt több hagyományőrző csapat állomásozik majd, akik egy nagy haditornát is bemutatnak a szombati nap délutánján. És még egy kis meglepetés, egy 40 fős társulat érkezik majd egyenesen Törökországból, akik zenéjükkel háromszor is elkápráztatják a közönséget a színpadon.